שלום, אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך ו', חלק ט' Mi a tíz fél a tanulmányából olvasunk, a hatodik kötet, 16-os rész, mondják a héber oldalszámot, csak héber nyelven van ez, elérhető. A 11-es ponttól fogjuk folytatni, ez egy héber dolog, tehát nyilván kiválasztott kérdéseket kisugározzák majd a lecke során, tehát Ari szavai. Nektek most már valóban tudnotok kell, hogy ugyanakkor kicsi szikra van a szentségben, amely bele van olvadva a szívbe, és ez a titka a 11 jelnek, ami el van ültetve az emberben, a saját helyén, és ennek a vizsgálata az a szentségnek a megvizsgálásának lehetőséget jelenti, amely a jövő való beolvadást tartalmazza, ahogy azt el van magyarázva abban a versben, hogy egyszer mindenkor elnyelésre kerül. És akkor ezzel a dolgot teljesen egyszerűen le tudjuk tisztázni, mondja Ari. Tehát még egyszer. Tehát valóban most már tudnotok kell, hogy ugyanakkor csak egy kicsi szikra van a szentségből, amely bele van olvadva beléjük, és ez a titka, és van 11 jele ennek a belső szándéknak, és ez az, ami teljes egészében lehetőséget arra, hogy meg tudják vizsgálni azt, hogy mennyire vannak ebben a szentség szikrájával összeforva, és ez az, ami, hogy ez az, hogy elmagyaráztuk ezt, hogy ők egyszer is mindenkor elnyerik a szentséget. És akkor ezt a dolgot teljesen letisztáztuk, Rav. ולמטה עוד לא שיענו את יוד. כן? נו, אז למה אנחנו קוראים את יוד א'? אז תקרא בבקשה יוד למעלה. תעת ה... Tehát most ugrottunk egyet az oldalon, most visszamennek. Tehát a tízest olvasd el. Mondja, mert itt arról beszél, hogy hogyan lehet megvizsgálni a korrekciós kijelölt edényeket. Tízes pont, Ari szavai. És valóban a legkitisztultabb állapot, amivel lehet vizsgálni, az az acil, ami az acilut világában, amivel az acil világában létre lehet hozza, amivel a korrekció az a legkönnyebb edényektől halad a nehéz fele, mondja. Tehát a legrosszabb állapot pedig az első állapot, ami a Bria világa, amelyet megvizsgáltunk. Sőt, a még rosszabb állapot van, az a Jecira világa, és aztán egy még rosszabb világ van, ami az Asszia világa, és utána a legrosszabb, az pedig a Szigimnek, a lábújadnak a vége, amely az aranynak a helye, ahol nincsen semmi, amivel meg lehetne vizsgálni ezeket a kemény ítéleteket, amelyeket klipáknak nevezünk, és ezek a klipák, amik meg vannak említve mindenütt a Zohár könyvében. Tehát ez a legalacsonyabb rendű világ, és ezek az acilut alatti világok sorrendjéről beszél. Ezeket kell korrigálni, ezeket nem lehet az adakozásra használni ilyen, vagy abban a formájban. És akkor a legkifinomultabb érzékű különbözet, amely az acilut világa, és tudnunk kell, hogy ennek a vizsgálatoknak a sorrendje a legfinomabbtól halad, annak teljes mértékében való kiterjedéséből a rosszabbik felé, és így tovább, és ahogy ezt látjuk magunk előtt, és ez kizárólag a korrekcióról szól, amely nem a teremtő, hanem a teremtmény oldalán értelmezhető, tehát Adam Harishon lelke felől, azaz a felülről lefelé való ereszkedésnek megfelelően, és utána Adam Harishon lelke megszületett, amikor a világok a manna által elkezdtek kiterjedni alulról felfele, ez nem ugyanaz a sorrendiséget jelölti, mint felülről lefele, mert az Atik de Acilut, az Ari Kampin de Acilutból emelkedett ki, mielőtt elérte volna például a Mohin de Sabatták a szintjét, és mivel a felső az nem, nincs kötelezve növekedve teljes mértékben, mielőtt meg nem vizsgálna valamit, ami ott alulról érkezik, de ahogy ezt Ari elmagyarázta, felül, Ari az a konstant mohinokról beszél az Avia világában, sőt, a végső
A legfinomabb állapot az acilut, és a legrosszabb pedig az a bria világai, és így tovább. És meg kell, hogy értsük, hogy amit itt a hatodik részben elmagyaráz, hogy nekünk állandóan le kell ezt ellenőrizni, mert két állapot emelkedik a Nikodim világából, a katnut és a gadlut, mivel az alsó héjnek a leereszkedése idején, amikor az Inaim Sagde a Nikodim világán belül zivugra lép a Nikve Inaimban, az Ahab az felemel minden egyes szintet, és a legosabb szintet is érzi önmagán belül, és minden egyes szint az csak Gagat Inaim, csak a Gagat Inaim maradt minden egyes szinten működő, egy olyan fajta módon, hogy az Ahab az lezuhan a Gagat Inaim részébe a toknak, és a tok pedig a Gagat Inaimot a szofnak érzékeli, azaz a nehiben érzékeli, és az Ahab nehie, az lezuhan a Sium Raglim alá, ami azt jelenti, hogy a Sium az alatt alá kerül a Sium Baruchu szintjének, tehát a lezárás fiai szintjének, és Ari leírja, hogy tudod, hogy ez az Ahab minden egyes szinten, az kizárólag a Tanhi edényeket jelenti, és a Gagat Inaim és a Nikve Inaim a rosban van belefoglaltatva, amely Kahab, ez hasonló módon a Hagat, az Ahazéig áll az adott szinten, mivel a Hagat szintén az a Kahabnak az állapota, mivel csak három haszadin fény van benne, és akkor a Kahab megkapja Hagatnak a nevét, ahogy az ismert, és akkor a Tiferet, az a Bina de Guf szintjén lesz, ezért, amikor a Bina de Rosh meg volt különböztetve Gára és Zatra, csak a Zat de Bina az, amely Rosnak tekinthető, ezért a Tiferet az a Gárva és a Zatot elválasztja, de csak a Zat de Tiferet az, amely kívül kerül a Sium de Raglimon, amely az alsó harmada Tiferetnek, a Hazétól lefele, a Nehin belül, mivel az Ahabnak ezek az állapotai, azok minden egyes szinten kizárólag a Tanhiból emelkednek föl, a Hazértól lefelé, ugyanazon a szinten. Ez világos, mondja rá? Itt azt írja, hogy az Ahab az kiemelkedik, majd lezóan az alatta levő szintekre, és mindegy szint az Gagat Inaim. Csak a Gagat Inaim maradt, tehát katnot állapot van, mondja. Hogyan lehetséges ez? Hiszen ha az Ahab lezóan az alacsonyabb szinthez, ott az Gagat Inaim. Hát akkor mind a kettő együtt van, nem? Az alsó szint Gagatája, meg a felső szint alapja. Rav. Az ő edényei, amelyeket nem használ, azok megszerző edények, nem használhatja őket, mondja Rav, nem tud megszerezni bennük az adakozás érdekében, de adakozás érdekében az lehetséges, azaz, én tudom használni ezeket az edényeket, nyilván nem az eredeti formáknak megfelelően, amelyek megszerzőek, ahogy ők követelik ugye a fényt, hanem én megszorítom őket a szentségtől, és akkor ez... Ezek a Gagat Inaim edényei válnak egy alacsonyabb szinten, tehát az ő szintjük nyilvánvalóan csak az adakozásra használható, és ezért ők lezuhantak az adakozás szintjére, te mi nem világos ebben, hogy minek kell történnie? Oké, na de ez azt jelenti, hogy csak Gagat Inaim van itt, és az Ahab lezuhant, mint el is tűnt volna. Az Ahab, az valóban a Gagat Inaimon belül van, az alsónak a Gagatában. Mit jelent az, hogy az Ahab az a Gagatában van, beolvadva az alsó Gagatában? Ez azt jelenti, hogy jelen van ott a minőségeivel, csak alszik. Tehát ez egy állapot, mondja Rav, amely
hasonlóvá teszi az alsó gágátáját a felső alapjához, tehát amikor a gágátája az alapnak, az alsónak, az adakozik az adakozás érdekében, és akkor az alsónak az alapja a saját cselekedetein belül nyilván passzív, hasonlóan az adakozás irányához, tehát nem, nincsenek működtetve ezekkel az erők által, tehát megvan szorít, megszorított kapnyakarásról beszélő. Katnutról. De mi a különbség, mondja Jakoka, a felsőnek az ahapja és az alsónak a gálgátai között? Hát ez a különbség, mondja Rab. Mivel a gálgátai naimja az alsónak, ők magukba tudják vonzani a fényt gyakorlatban, tehát aktiválni tudja a szintet, amin adakozni tud az adakozás érdekében. Tehát ő kéri tudja a felsőnek az ahapját, hogy forma egyezzen vele. Ez körülbelül olyan, mint amikor mi azt mondjuk, hogy Hafez Heszedben van, amely a kegyelmi örömállapotá az erdőben, tehát mintha nem akarna semmit. Tehát a gálgátai nem viszont az alsónak, amely adakozás egy szándéka egyébként, és amely adakozni akar a többiek irányába. Hát akkor mondjuk ezt a következő módon, tehát ők aktív adakozásban vannak. Azaz, hogyha én képes vagyok adakozni valakinek az irányába, akkor megtehetem, meg is teszem, egy viszonossági adakozásba kerülök, csak mindez nem szabad, hogy aktiválja az egómat, a kapnakarásomat. Tehát itt van egy különbség a kapnakarás, a megszerzett kapnakarás, és a... amely ugye a gárdabin, amely ugyan megszerzés, de nincs aktiválva, amely olyan akar válni, mint a keter, de nem tud azzal semmit kezdeni, hogy olyan akar válni, mint a keter, tehát ez egy állapot, amely azért ez aktív, tehát mindent a fény csinál, de nem önmagában használja ezt a szintet, mert nyilván nefes szinten van a fény, ami be tud lépni ebbe a habba. Ugye a gágáta pedig az alsónak a gágátája, amikor tiszta adakozásban van, akkor a Hasadimnak a naranhája kitölti, tehát a nefes ruha, nesamá, tehát egy magasabb szintű fény, azaz hatalmas különbség van az adakozás edényei között, amelyek használhatók, akár kapnakarás nélkül is, és az, hogy nem használom egyáltalán a fényt, vagy bocsánat, az edényt, egy között óriási különbség van. Oké, akkor van egy adakozási cselekedet, amely kizárólag az alapok kapcsolatán, tehát az alsó galgáta és a felső alapja közötti viszonyban van. Nem, egyik se adakozik. A katlut állapotában nincs adakozás. Az alsó galgátája az egy aktív cselekedetben van, a felső pedig ez pedig megszorításban van, ugye a felsőnek az alapja meg van szorítva. Gyorsan, magyarabb, gyorsan. A tízes pontnak az elején azt mondtuk, hogy mielőtt Adam Harishon megszületett volna, minden a teremtő által volt vezérelve. Igen, mert végső soron a felső fény az az összes edényre kiárad, a törés előtti állapotban. Oké, na, de akkor itt van egy állapot, amely törés előtt és törés utáni. Nem, hát a Nikudin világának a töréséről beszélünk, mondja Rav, és ebből a törésből jön egy vizsgálat, amiből megszületnek az abia világai. És akkor nekünk itt van egy felébresztés a Malchudein Sof pontjában, amely egy integrációt is jelent ebben az ivukban, és akkor Adam Harishon partufját kiépítjük. Oké, de mi azt mondtuk, hogy a vizsgálat az a fénnyel jelenik meg, tehát mielőtt megjelent volna ez. Nem értem a kérdést, egy szót sem értek abból, amit kérdezzel, magyarabb. De mi azt mondtuk,
Nem tudom, miről beszélsz, mondja Rav. Ugyanarról a cikről, a 9-es pontban. Mi azt mondtuk, hogy a vizsgálatok helye itt születik. Itt kezdődik a vizsgálati rendszer. Tehát, hogy ez adakozni akar, az nem akar. Tehát itt kezdődik ez. Megpróbálom végigmondani még egyszer a kérdésemet, mondja Rav. Oké. Egy kicsit pontosabban kérdezzetek, mondja Rav. Mi az a három haszadim, amiről itt beszél? Mert azt mondja, hogy van a hagat, mivel a hagat az kahab, mivel csak a három haszadim van benne. Igen? Hát igen. Hát az a kahabtól a hagatig terjed ki ez az edény. De miért haszadim van benne? Azért, mert ez gágát a vénáim teljes egészében, amit tiszta adakozás. Tehát a lényege, a haszadim kitöltés, és több edényt tudsz használni. Folytatjuk. És ismert, hogy minden egyes szintem, amely a nehinek a hiányát jelenti, ez a fények hiányát jelenti ebben az edényben, ezért a nikudi világának a 10 fírája az elején kizárólag vakként emelkedik ki gár nélkül, amely a rozsda abaveima, az ahor-ahor állapotba kerül szemtől szembe, amely vak, de abaveim állapotot jelent, zát nélkül. Mivel a rozsnak a tanhia, zát nélkül jelenik meg, és ez a bia világába válik, amely egy üres teret ad majd, amely nem képes az acélút fényét megszerezni. És az edény nehi része, az hiányzik, és akkor a fények is hiányoznak, és ez a felemelkedés, ez a katnuda nikudim állapotában nyilvánul meg, és itt két érzéki különbözet jelenik meg a panim edények állapotában, ami az acélút fények a megszerzésére teszi érdemesé ezek az edényeket, és a tahin de zad de nikudim edényei, azok a bia világából emelkednek, ebből emelkedik a bia világai, és akkor ez a kehim dahoraim de zat edényei, amelyek egy üres teret hoznak létre, amelyek nem lesznek érdemesek az acélút fényének a megszerzésére. Ez világos, mondja Rav. Tehát ezek mind galgatvai náimok, mert meg vannak szorítva, csak haszadin fényt kapnak. Erről szól az egész. Kérdés van? Nincs kérdés. De van kérdés, valaki szerintem előkerül közben. A nehinek az ahapja, az lezuhan a szium raglim alá. Mit jelent a szium raglim alatti rész? Ez mi? Nem tudjuk pontosan, mi történik. A szium alatt, ez igaz, mert ez a cincum alatti terület, az itteni edények meg vannak szorítva, és mintha nem is léteznének. Óriási üres terület van, és csak a jövőben lesznek korrigálva. Most olvassa ezt. Ugye ez hiányzik a gár fénye ezekből, azért mondja, mert az ellentétes értéke van a fénynek és az edénynek, és akkor a nikudim 10 fírája vak állapotban merül föl, ami csak rossz, és katnut állapotot jelent a nikudimba, ami azt jelenti, hogy az ima az ahde ahor állapotában kész, ami katnut állapot, amely a vak de ima kizárólag, zat nélkül, és ilyen módon az... Azért, mert a tanhide rossz a nikudimon belül megszűnik zát nélkül, és ilyen módon születnek meg ebből a bia világai, amelyek üres területet adnak az acélút világának a fényének a megszerzési esélye nélkül. Nyilván ez az edények, amelyek korrekcióra vannak kiírva, de ez a helyzet. És ugye itt a gárnak a fénye hiányzik a nehéz edényeiből,
És ez azt is jelenti, hogy ez a kilépés a Kapnin Nekimudin világából azt jelenti, hogy ezek az edények Panim állapotba kerülnek, amelyek majd kérjem, hogy később a korrekció során az acélfények a megszerzését, és ezek az edényei a Nehide Zadda Nikudimnak, ezek majd bírjává válnak. Tehát még egyszer, ezek az edények, az Zadda Nikudim edényei, ezek kilépnek, és a bíja világaival válnak, és az Zadd edényeimben Ahuráim állapotot is jelentik, egy üres terület jön létre, ugye? Itt a raglim alatt, amelyek nem képesek fényt kapni egyáltalán. Hát első megszorításra vannak, mondjanak. És addig, amíg az összes sziklát nem korrigáljuk, ezeket csak a jövőben lehet majd korrigálni, amikor a Nehide ág föl tud emelkedni a Szagde ághoz, és őt egy hatalmas zivugra lépnek egymással, a Hét Atade Enáim Neála Pederosnál zivugra lépnek, és akkor egy Mann emelkedik fel, amely kötelezi ezt a zivugot, ahogy a fényeit eressze a tabur alá, és ilyen módon minden egyes gárja kilép a Nikodim világából. A pársza alatt el lesznek törölve ezek az edények, és akkor a hét király az kiárad a Tanhiból, ugyan az előzőleg nem volt lehetséges a bia világai belül, és akkor az Ahuráim a Panim állapotba kerülnek egy szinten egymással, és akkor a halál az üres területre zuhannak ezek a királyok, hogy az összes edény hátat fordít egymásnak és eltörik. És mikor alkalmasnak is lennének az acélot fényének a megszerzésére, mégis eltörnek, mivel ezek egy szinttel kapcsolódnak össze az Ahuráim állapotába, és ilyen módon szedik a bia. Ez azt jelenti, mondjuk, hogy van a Gágáta Menáim, még a felül van a párszának, de össze vannak kapcsolódva a párc alatti áhapokkal, ezért a Gágáta Menáimok is zuhannak a mélységbe az áhappal együtt, és összetörnek. És ilyen módon az acélot világa marad egyedül tiszta, és most kell kezdenünk ezt korrigálni sok cselekedeten keresztül. Ez történik a törés alatt. Tehát mi azt tanuljuk, hogy ezáltal az összes edény, ami Panimban van, összekapcsolódnak és fokozatos ezen keresztül az Ahuráim edényei korrekcióra kerülnek, és ez csak azért lehet, mert itt van egyfajta integráció az Ahuráim és a edények között, de ez a keveredés valójában nem tud létrejönni, mert ez itt megszorítás van, és a tanhit nem is lehet használni többé, és amikor a törés egyfajta salátát hoz létre, tehát a gágátanem és az ahápok összekeverednek, így az Ahuráimnak és a Panim edényeknek az állapotai összekeverednek, és ilyen módon lehet kiválogatni azokat, amelyek korrekcióra lehetségesek, a többi pedig csak a kőszívként marad lent, és akkor ilyen módon a Panim edények, a felső fény, a Panim edényekben a felső fénybe tud áradni, ezeket az azért Panim edényeknek, mert szemtől szembe tudnak fordulni a fénnyel, és csak a Kabala edényei maradnak, a megszerző edények, és akkor amit lehet, azt korrigálni tudjuk. Itt azt kell látni, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet korrigálni. Mert ez a megszerzési edényekben vannak fények, de ezek ellentétes minőségek az edényel. És pontosan ennek eredményeképpen történik a törés, mert ezek ennyire eltérnek egymástól, és a törés az nem jelent más, mint annak a tragédiáját, hogy mennyire különbözünk mi a teremtőtől. És mondva van, hogy azok az edények, amelyek Panim állapotban vannak, azok, amelyek nem törtek el, de miután a kapcsolat, az Ahuráimmal való kapcsolatok miatt, ők nem tudnak elválni ezektől, és ezért kizárólag a legtisztább edények maradnak az acélutban,
Tehát itt vizsgálatra kerülnek, és azok, amelyek képesek erről az alsó kapnakásról leválni, az acélhoz fognak tartozni, és ők képesek lesznek az acélhoz fényeit megkapni, és többé nem keverednek a panim és az a horáim állapotai az acélhozban. Tehát az acélhoz megvizsgálja, ezek tiszta edények, használni tudom az adni akarásra, és ezért a legrosszabb edények, a legrosszabb minőségűek, ami azt jelenti, hogy a Gálgáta megvizsgálja azt, aminek történnie kell. Nekünk vannak a Bria világai, amelyek az Ahoráim állapotai le vannak válaszva a nikotin világáról, amely a Tanhi parca alá kerülését jelentik a nikotin világában, a Bria három világa helyett. Ezek a házétól lefelé való edében, az a Nekudo de Tanhidák összekeveredését jelentik, és ezek egy kiterjedését ad a törésnek, amely a nikotin világának a törését is jelentik, amely fölött, azok az edények is jelentik, amelyek össze voltak, amelyek a párca fölött voltak, de össze voltak a nehide nikodimmal forva a párca alatt. Tehát ha a nikodim, az a gálgátainaimon csünk, a gálgátainaim edénye, amelyek összekapcsoltak a tanhide, nehi világával, ezek a bria világát szülik majd meg, tehát magyarul az acélhoz alatti világokat, és a nikotin világnak az edényei, amelyek a párca fölött voltak, ezeket panim edényeknek nevezzük, tehát szembefordulható edényeknek a fénnyel, mert tudjuk, hogy a hét király, amely eltörik majd, itt egy keveredés jön létre, amit meg tudjunk vizsgálni, mert ezek össze vannak forva a Gálgátán és az Ahapok, ugye? Ezek öt részletben fognak megjelenni ezek a kapcsolatok, és ilyen módon... Tehát ezek öt kombinációban kapcsolódnak össze, a Gálgát és az Ahab, hogy mikor melyiknek tekintetőek ez a kapcsolat, majd következő alkalommal ezt elolvassuk, mondja rá, kérdezzetek. Alexander Krakóból kérdezi, mit jelent az, hogy panim edények, hogy ezek egyszerre képesek felemelkedni egy szintre. Ez azt jelenti, hogy ők az adakozás érdekében akarnak egyszerre megszerezni, és akkor a kollekció edények képesek együtt maradni. Tehát ők meg tudják szerezni a fényt. Ugye ez a nikodim világa. És aztán majd Adam Harishon edényeivé válnak. Tehát ők egy zivugra lépnek, a Bihunet Dalettel, amely a megszerzés jelent az adakozás érdekében, itt egy számítás jelenik meg, és addig, amíg nem jelenik meg a kollekció, nem lesznek erre képesek. Azaz, itt egyfajta trükk történt, ezért törik meg a törés. Tehát mit ad a törés a mi számunkra? Tehát amikor megjelenik a cincum bet a törés érdekében. Nem. A cincum bet az nem, ott nincs hitkelelőt. Tehát az ahol és a panimnek az edényei, azok nem tudnak mit csinálni a cincum bettel, a cincum betből is megjelenik a parca. Tehát a cincum bet azt jelenti, hogy én nem használom az ahoráim edényét soha többé. Tehát a cincum bet most már nem csak a malkot van cincummal lefelett, hanem a bína is, ami azt jelenti, hogy a bínát nem tudja, a bína nem tudja az ahápját használni az alsó érdekében sem, mert ugye hiába kapcsolódik a malkot az aháp de bínához, de nem, mert hokmát szeretne tőle kapni, de azt meg nem lehet. Oké, tehát az ok annak, hogy a hokmá megjelenik a bínában. A cincumbet, mondja, az a második megszorítás. Ez egy olyan fajta megszorítás, ahol hogy vannak edények, amiket nem használtam, ez pedig a kabala edényei, a megszerzés edényei. Tehát a kabala edényeit soha többé nem használtam, ez a cincumbet. A vinába se. Tehát az egész valóság, a teljesség nem képes többé a megszerzés edényét használni. Ez szerint a cincumbet. De mi az oka? Annak, hogy mégis ezek eltörnek akkor, azért, mert jön a reformáló fény, felébreszt a Tenhidegálgáltát, aki megérzi, hogy lehet korrigálódni, hogy a cincumbet az nem áll ellent neki, hogy lehet eltörölni a párszát, és megkapni az adakozás érdekében, és akkor ezek az edények elkezdenek megszerezni a Rosh de Sac-tól. De mert jön egy resimó, és a resimó ezt a választ adja neki. És akkor már nem érzi, hogy tilos.
Tehát mondjuk akkor ezt a következőképpen magyarabb. Egyszerűen. A cincum, a megszorítás, az a guv de nekudod de szagon van, a testén a nekudod de szágnak, és a párca eltörlése pedig a rossz de nekudod de szágnál történik, azaz a rossz de nekudidban. Hogyan lehet ezt a teljesen különböző párcufot ugye ilyen módon rendezni? Hogyan segít a törés nekünk a svira? Nyilván a rosszban is vannak olyan edények, melyek számításokat tudnak végezni, hogy szabad vagy nem szabad megszerezni. Mivel a rosszban van ilyen edényem, ezért tudok a svirára gondolkodni az összeolvadásról, és a gúfnál való kapcsolatról, és a gúfnak, ugye a rossz el volt törölve, nem használhatja ezeket az edényeket, és ilyen mondani, Nikodim világai, ugye így fedezhető föl mindez. Menjünk át a lecke következő részére, de előtte énekeljünk egy dalt. אם קמת לשאול מה טעם בחיים את האמת למצוא איך אנחנו כחולמים והלב שלך נמצא לקצה רוצה לדעת למה באת לעולם הזה רוצה לדעת למה באת לעולם הזה סימן שאתה נוגע בנשמה שלך נוגע נוגע בנשמה שלך זהו מוות, תגלה עד כמה היא יפה להשיג אותה בחיים, מחכה רק בשבילך נוגע, נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זהו מוות, תגלה עד כמה היא יפה להשיג אותה בחיים, מחכה רק בשבילך אם העולם שלך נמצא בשקיעה ורוח על פניך מלטפת מגיעה אבל הראש שלך בעולם אחר רוצה יותר גבוה, רוצה להתחבר רוצה יותר גבוה, רוצה להתחבר סימן שאתה נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זה ולמד ותגלה עד כמה היא יפה תשיג אותה בחיים מחכה רק בשבילך נוגע, נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זה ולמד ותגלה עד כמה היא יפה תשיג אותה בחיים מחכה רק בשבילך עולה, עולה תשיג אותה בחיים